Szenteste délután 4 órakor a bábolnai protestáns templomban Simon Norbert református lelkész tartott istentiszteletet, melynek keretében a hittanos gyermekek idézték fel Jézus születésének történetét. Az előadás meghitt családias hangulatot kölcsönzött az istentisztelet ünnepélyességéhez. Azt szeretném kérni, hogy a teljes istentisztelet, illetve az ünnepség alatt nyugodtan maradjunk helyünket elfoglalva. Bármi történjék is a templomban, őrizzük meg nyugalmunkat, és helyünket foglaljuk el bátran egészen az istentisztelet végéig. Megkérem azokat, akik magukat hittanos gyermeknek érzik, fáradjanak ide ki az urasztala köré, és szépen lassan elkezdjük szenteste istentiszteletet. Mennyben lakó én Isten, könyörgök én mindig velem, a te neved sóhajtozom, karácsonyért imádkozom, zárd le szívem a rossz előtt, a jóra állt kerék előtt, áld meg karácsony ünnepét, könnyed Jézus szeretetét. Hallgassuk meg Mózes első könyvének 22. fejezetéből a 15. és következő verseket. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, és ezt mondta. Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami jogunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm most már hivatalosabb formában is a templomaink falain belül megjelent kedves testvéreinket, Isten hozta önöket, érezzék otthon magukat gyülekezetünk köreiben is. Nagy öröm számunkra az, hogy Bábolna településen sok gyermekkel foglalkozhatunk itt tanórák keretén belül, és amint látható, többen vállalták azt a feladatot, hogy a mai napon megörvendeztetnek bennünket karácsonyi versmondással, énekléssel. Nem új keletű hagyományt szeretnénk mi feleleveníteni. Hosszú-hosszú századokban nyúló néphagyományok ezek, amelyeket régen akár Betlehemesnek, vagy éppen Kántálásnak, vagy Rejlésnek neveztek még elején sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt. Most ennek egy nagyon apró kis szeletét, egy pici nyomát fogjuk bemutatni, egy egészen speciális istentiszteleti rend keretein belül, amikor is felidézzük a bibliai részeit segítségül hívva mindazokat, a verseket, igerészeket, amelyek Jézus Krisztus eljöveteléről, születéséről, illetve annak körülményeiről szólnak, tudósítanak bennünket. Kérjük, hogy ne műsornak tekintsék a mi jelenlétünket. Ne egyfajta műsor vagy színpadi felvonulás legyen most a mi kis alkotásunk, hanem legyen egy olyan, ami generációkon átível és összeköt bennünket. Ezért ennek elősegítése érdekében kiosztottunk egy piciny lapocskát, ami egy fél A4-es papírnak felel meg, körülbelül ekkora méretet tessenek keresni, körülbelül 2 vagy 3 darab jutott mindegyik pacsorba, és azon énekeket találunk felsorolva. Ismert karácsonyi énekeket találunk, például Mennyből az angyal, pásztorok, pásztorok, amelyek az istentisztelet keretein belül el fognak hangzani, és amelynek éneklésére mindenkit pusztítunk, ne csak segítsük a gyerekeket, hanem magunk is énekeljük ezeket tiszta szívből. Hallgassuk meg Ézsaiás könyvéből a 9. fejezet első 6 versét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakóknak világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és vérászhatta köpönyeg elég, és tűz
martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel, és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. A 327. dicséret első versszakát énekeljük. A kis kitett lapon, ó, jöjjetek híve, lelki nagy örömmel. Égi számkon hagyt az angyal, s mire esti hajnal, megjön a szép fenyőkajjal, csengbe csengő, ő az angyal. Itt a Jézus angyalkája, éppen termett csodafája, s mindent akart rája, kis Jézus angyalkája. Aranydiót, aranycsengőt, ezüst lepkét, ringót rengőt. Amilyen még földön nem nőtt, s csilingelő aranycsengőt. Kérünk Jézus angyalkája, hogy sok a koltus árva, hogy jóságod legtöbb várja, ott pihenj meg legtovábbra. Hozz örömet, békességet, a szíveknek melegséget, karácsony szép meséket, s Istennek dicsőséget.
olvasmány Lukács evangéliumából, az első fejezet 26. versétől. A 6. vonalban pedig Isten elküldte Gábriel angyal Galileá egyik városába, Názáret bejtszűzhöz, akit Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: üdvözd légy, kegyelemre fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszönés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyal: hogy lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek szára áll, és magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant örökségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint, és eltávozott tőle az angyal. Bodor Miklós betlehemi csilla. Betlehem csillaga vezet három király, köszöntve Mária, újszülött kisfiát. Karácsony este van, csend honol a tájra, szeretett szívekben békesség hazája. Haránk hangja kondul, hót akartata, hon templomba hívogat, havas pusztaságon. Harang szó hívogat, zengő szép zenével, hegybe olvad hangja hívők énekével. Zöld el a fenyőfa, besétál a házba, ünnepre öltözik csillagon ruhába. Betlehem csillaga vezet három király, köszöntve Mária újszülött kisfiát. Frida Jenő, itt van a szép víg karácsony. Itt van a szép víg karácsony, élünk díjon friss karácsony. Mennyi finom csemege, kicsi szívek remege. Karácsony van minden ága, csillog-villog csupadrága, szép lenye üzenek, kis Jézuska született. Jó gyermeket mind örülnek, kályha mellett körbeülnek, aranymese állított, minden szívet állított. Pásztorjátszók bebejönnek, s kártával ráköszönnek a családra. Fura nép, de énekünk csuda szép. Tiszta öröm tüze áték a szemeken, a harangjáték szól, éjfél üzenet, kis Jézuska született. Mennyből az angyalra kezdetű éneket énekeljük mind a két verszak. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.
Felment József is galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveztek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, egy összeégiek jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepoljálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Domodor Tibor, karácsony. Karácsonykor angyalok szállnak, híradást hoznak. Béke jegyében, élet fényében, szentség lelkében, hívők hitében, Krisztus képében, földön jár az Isten. Turmezel Erzsébet kenyérnek jöttél. Kenyérnek jöttél éhező világba, világosságnak sötét éjszakába. Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak, gazdúj zavarban bizonyos tanácsnak. Jöttél útvesen életnek, s kisgyermekkel jászolba fektette. Jézus, Jézus. Mert sinnődnék hát éhezve szegényen, miért tévejegnék világtalan égben, tanástalanul és halálra várva, úttalanul a hazug világba. Amikor benned mindent megnyerhetünk, kis jelzet elé oda térdelhetünk. Jézus, Jézus. Nyissátok meg neki, szegények baját ő mindig átérzi. Énekeljük közösen, pásztorok, pásztorok, örvendezve címek énekel. Született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
a jár pedig ez lesz számotokra. Találtak egy kisgyermeket, aki befolyával fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunk adott. 165. dicséret első verszakát énekeljük, ige hirdetésre készülve, az énekek, a gyermekek nevelőjük levonulnak. A 165. dicséret első verszaka így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, miképpen szól hozzánk és keresi a mi szívünket. Lukács evangéliumából a 2. fejezet 15. és 16. verséből eképpen. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amen. Kedves testvéreim, karácsonyt ünneplő református keresztény gyülekezet. Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy a mai Magyarországon van egy kép, van egy olyan kép, vagy egy jelenet, amit mindannyian ismerünk, függetlenül attól, hogy tartozunk-e egyházhoz, vagy hogy éppen református vagy katolikus egyházhoz, vagy bármilyen más felekezethez tartozunk. Ez a kép nem más, mint számtalan helyen föllelhető betlehemi jászol, ami például itt Bábolnán a római katolikus templom tövében található. És hogyha kimondom ezt a jelenetet, hogy a betlehemi jászol, akkor mindannyiunknak beugrik az a kicsinke, valamekkora dobozzá formát kis jelenet, legyen az akár olyan nagy, mint itt a templom mellett, vagy legyen az akár olyan kicsike, mint a régi családi asztalokon, vagy a kisebb templomokban egészen picikére megformált és különböző anyagokból felépített jászol, ahol bizony ott van a Szent Család, a kicsin gyermekkel, a frissen megszületett Jézus Krisztussal, szüleivel, Máriával és Józseffel, valamint ott vannak a napkeleti bölcsek, ott vannak a pásztorok, és találhatunk a jelenetben akár mindenféle az istállóban előforduló állatot. Esetleg egy-két angyal még ott van ábrázolva ezen a jeleneten, esetleg a betlehemi csillagot is láthatjuk. Mennyire idilli kép,
mennyire boldog családi kép ez, amikor összegyűlnek. Talán ma így mondanánk, hogy a rokonok, a barátok, az ismerősök. Nyilván ma már nem úgy gondolkodunk egy szülésről, mint ahol oly sokaknak össze kell gyűlni. De ha már a többedik gyermek születik egy-egy családban, akkor azért elkél a segítő kéz, vagy éppen az ajándék. És mennyire jó együtt lenni az élet csodájának megmutatkozásánál, akkor, amikor valami új elkezdődik ebben a világban. És hogyha ránézünk erre a betlehemi jászolra, akkor bennünket hatalmas nyugalom fog el. Valami óriási boldogság, valami óriási csodálatos dolog, hogy igen, erre van nekünk is szükségünk. Ezt szeretnénk mi is. Pedig ha jobban belegondolunk, jobban megnézzük ezt a képet, akkor bizony mindenki mozog abban a világban. Mozog a szent család. Azt hallottuk itt az előbb a gyermekek olvasásában, a gyermekek tudósításában, hogy ez a család bizony hosszú úton volt. A birodalom hatalmas császára Augustus, a mindenható és korlátlan úr kiadta a parancsot, mindenki menjen el abba a városba, ahol született, hogy összeírják. Tudjuk, hogy hányan laknak abban a birodalomban, tudjuk, hogy mennyi adónk lesz, és tudjuk, hogy hány katonával számolhatunk majd a következő hadakozásokban. Aztán, ha tovább nézzük a jelenetet, ott vannak a bölcsek. Annyit ír a Szentírás, hogy bölcsek, de feltételezzük a szóhasználatból, hogy valamiféle napkeleti bölcsek, és ha majd Magyarországon azt mondom, hogy valaki napkeletről jött, akkor egyrészt a messziről jött ember azt mond, amit akar, másrészt pedig tudjuk, hogy az a napkelet, az valahol nagyon messze van. Meg is énekelték ezt egy dalban, a felkelő nap házában, valahol nagyon messze található az a vidék. Óriási utat tesznek meg a bölcsek, hosszú és hosszú utat vállalnak azért, hogy kövessék a csillagot, azt, amit a saját tudományuk, a saját képzettségük, a saját irataik, a saját kutatásaik alapján felfedeznek az égen, és ragyogni látnak. Követik a csillagot, hogy eljussanak ők is ebbe a jelenetbe. Aztán ott vannak a pásztorok. Róluk annyit olvasunk, hogy nem túl messze Betlehemtől, Betlehemnek valamelyik mezején őrzik a nyájat, és hát bizony abban a korban talán a mai rendőrök vagy a mai katonák juthatnak eszünkbe, akik éjjel-nappal a szolgálatban vannak, akik őrzik azt, ami rájuk van vagy volt bízva, és bizony dacolnak a hideggel, a meleggel, a szárassággal vagy éppen az esővel, dacolnak az éjszaka keménységével, sötétségével, az a néhány csillag pislákol csak nekik, illetve ha többen vannak, akkor az egymás társasága vigasztalja őket. De a vadállatoktól, a különböző veszélyektől nekik kell megvédeni ezt a nyájat. A hívó szóra, az angyalok feltűnésére, a félelem eloszlása után azonnal útra kelnek, hogy ott lehessenek ők is ebben a jelenetben. Aztán ott vannak az angyalok, és mindenféle mennyei lények sokasága, ahogyan írja a Biblia, és bizony ők is mozgásban vannak, összekötik az isteni világot az emberi világgal, hogy elmondják valami hatalmas, valami csodálatos történt, valami olyan, amiért érdemes megmozdulni, valami olyan, amiért érdemes elindulni ebben a világban, érdemes szent családként egyik helyről a másikra menni, hogy beteljesedjenek az írások, hogy lássuk, hogy azok a dolgok, amik történnek a mindenható Isten uralma alatt vannak, elindulnak a bölcsek, elindulnak a pásztorok, és elindul talán a mai ember is ebbe a jelenetbe. Mert amikor rátekintünk akár az imént szereplő és még az Isten tisztelet további részét is tovább szereplő gyermekek képére, akkor arról talán nem nagyot mondva, de mindannyiunkban ott van az a gyermeki békességre való vágyakozás, az a gyermeki boldogságra való óhajtás, ami egyszer valahol ott a családi fészekben gyermekként bennünket megtalált. Mert jó volt az, amikor körülöttünk voltak szülők, jó volt az, amikor körülöttünk volt az egész nagy rokonság, amikor kicsin gyermekként ebből a világból szinte semmit sem érzékelve, de láthattuk azt, hogy csodálatos dolog összegyűlni, akár egymás társaságában, akár a betlehemi jászol mellett.
És ott vagyunk ebben a világban, amikor karácsony előtt hatalmas rohanásban van az egész világ, amikor az autópálya tele van a Nyugat-Európából, Kelet-Európába hazaigyekvő munkások tömkelegével, azokkal a szerencsétlen emberekkel, akik a mai kor pásztorai vagy éppen napkeleti bölcsei, azok, akik arra szorulnak, hogy máshol keressenek kenyeret, sietnek haza, hogy megtalálják ugyanezt a nyugalmat, ugyanezt a békességet. De nem kell ennyire messze mennünk, a 365 napból 360-at minden bizonnyal mi magunk is rohanással, ugyanezzel az izgatottsággal, talán egy kicsit békétlenséggel töltünk. Az évnek az utolsó napjaiban azonban el tudunk csendesedni, együtt tudunk lenni, és valóban arra tudunk figyelni, ami nekünk igazán fontos. Gyermekeinkre, családunkra, arra, ami történik ezekben a napokban, akár az ajándékozás örömeire, vagy az ajándékbontogatás csodálatos dolgaira, de jó kérlek együtt elkölteni egy-egy csodálatos ebédet szeretteinkkel, elmondani, hogy ezt is megértük, ezt is megengedte számunkra az Úristen. Töltsük meg tartalommal ezeket a napokat, töltsük meg tartalommal ezeket a gondolatokat, és lássuk meg, hogy Isten cselekedett, Isten előbb adta mindezekhez az ő maga egyszülött gyermekét, azért, hogy mindannyian ott legyünk. Legyünk akár napkeleti bölcsek a maguk gazdagságával, hozzunk aranyat, tömjént vagy mirhát oda a jászolhoz, vagy legyünk pásztorok, akik szegénységünkben ott hagytuk azt is, amit még ránk bíztak, csak azért, hogy meglássuk az Istennek a csodáját. Ha ezt megtesszük, akkor igazi ünnepé válik a karácsony, akkor igazi csodává válik az, ahol az Isten és az emberi világ találkozott, és igazi békesség lesz a mi szívünkben. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Uram Istenünk, hadd legyen az első szó a háláé, a dicsőítésé, a magasztalásé, és hadd irányuljon mindez te feléd. Köszönjük neked, Istenünk, hogy engedted számunkra 2018 karácsonyán is az összegyülekezést. Engedted számunkra azt, hogy örvendezhetünk akár az egymásban megélt szeretetben, akár az egymásban megélt békességben, de örülhetünk annak, hogy te, Jézus Krisztus, a te egyszülött fiadat küldted ebbe a világba. Hatalmas csoda ez. Nem csak akkor volt 2000 évvel ezelőtt hatalmas csoda, hanem most is az. Ahogy akkor megérintetted a napkeleti bölcseket, ahogy elindultak és mentek hosszú-hosszú útjukra, ahogy a pásztorok szinte csapot-papot otthagyva indultak, hogy láthassák a kicsi gyermeket, úgy szeretnénk most mi is te hozzád eljönni, otthagyni, otthon hagyni azt a sok-sok feladatot, sok-sok gondot, amely az év közben bizony bőséggel megtalál bennünket, és szeretnénk elcsendesedni, szeretnénk békességre találni te veled, és te előtted, a te közösségedben, ott a betlehemi jászolnál. Kérünk téged, Istenünk, segíts bennünket ezen az úton. Segíts bennünket a napkeleti bölcsek útján, segíts bennünket a pásztorok útján, és segíts bennünket Jézus Krisztus útján járni, hogy lehessünk az ő tanítványai, az ő társasága az, akik ott térdelnek, akik oda ajándékot visznek jászola mellé, és hódolatukat, imádatukat fejezik ki. Kérünk téged, szentel meg közösségeinket, áld meg családi együttlétünket, áld meg ünnepet, szentelésünket, add, hogy békességben, boldogságban telhessenek ezek a napok. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. A mi Urunk így tanított minket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,
meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Hallgassuk meg hirdetéseinket. Szeretettel hirdetem egybenül testvéreimnek, hogy az ünnepi alkalmakat a szokásos Isten tiszteleti rendben tartjuk, tehát karácsony első és második napján 11 órai kezdettel várjuk a gyülekezetet templomunkban. Holnap karácsony első napján az urasztalát megterítjük, úrvacsorai közösségbe is hívogatunk minden kedves testvérünket. Hirdetem, hogy december 31-én a szokott rendtől eltérően délután 4 órai kezdettel tartjuk óév búcsúztató Isten tiszteletünket, illetve január 1-én 11 órai kezdettel várjuk testvéreinket ide az Isten házába. Mindenkinek Istentől megáldott, boldog és békés karácsonyi ünnepeket kívánok magam, családom és a Vanabábolnai Református Gyülekezet Presbitériuma nevében. Isten velünk, ő legyen a mi őriző pásztorunk. Folytassuk a gyermekek műsorát. A kitett éneklapon a 434. dicséret első versszaka így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Ezt fogjuk közösen elénekelni. A gyermekek pedig kivonulhatnak, visszaállhatnak a helyükre, és folytatjuk ünnepi műsorunkat. Thank you.
zöld fenyő, itt vagy te. Karácsony este és zöld fenyő, kisgyermekek vágya, itt vagy te, hát szívünkbe száll, karácsony édes álma. Leszáll közénk a szeretet, kis Jézusunk megszületett, itt vagy tehát, földünkre változtass örömre át. Tóth Ápek Ferenc, ugye hallom szabva? Karácsony van, kis Jézusom, ugye hallom szabva? Segíts nekem, hogy még jobban ismerhessem magam, segíts, hogy a testvérennek jó testvére legyek. Szeretetem tőled kapjam, és hogy szeressenek. Segíts, hogy a szüleimnek jó gyermeke legyek, megérthessem a világot és az embereket. Karácsonyban, kis Jézusom, téged ünnepelünk. Hit, a béke és a szeretet legyen mindig velünk. Pataki Enni szállás kérés karácsonykor. Szikrázik a csillagszóró, ég a gyertyafény, hazatér a messzejáró ünnep estén. Kitárt karral várja őt már minden rokona, átöleli, befogadja a meleg szoba. Édes Jézus légy lennénk, áld meg e helyet, ragyogja be szereteted minden gyermeket. Sose legyen egy gyermek sem, ahogy tagadott, mint egy korom Betlehemben néked adatot. Sose legyenek ember sem, ahogy számkivetett, ahogy téged földi érted, itt megbüntetett. Pásztor bölcset vezéreljen, ha te csillagot, édes Jézus légy vendégünk, áld meg e napot. Kedves Jézus, úgy izgulok, mi lesz? Muszáj várni karácsonyig? Kérlek, kicsit siess. Anyuék is örülnének, tudom, ők is várnak. Örvendeztesd meg, mielőtt rának nagymamának. Karácsonykor értetek is, könnyedik a gyertyafény.
Adjelőre kis karácsony éve. Te nap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kislány vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretre mégiscsak kiáldok, de boldogok a pásztorok s a három királyok. Én is mennék, énekelni mennék, nagyon között kis Jézusért minden szépet tennék. Új csizmámasában százszor bepiszkolnám, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám. Mentovics Éva az ünnep csendje. Csend jött létre völgye bercre, ho illatú esti csend. Ák sem moccanlom, se rezzen, lám a szél is elpihent. Nem fúj testes hóbuszkákat, nem rász kopárgaljakat, elcsitültes fenyőágban szótlan szinte hallgatat. Harag szól az esti csendben, gyert a fény is hal, a most apró csengők csilingálnak karácsonyi dallamot. Olvasmány János evangéliumából, az első fejezet, első 14 versétől. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttük lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Valahogy így történt az első karácsony, mintegy 2000 esztendővel ezelőtt. Angyalok zengték, hogy megérkezett a megváltó ebbe a világba, és az emberek minden tájból, minden nemzetségből, vagyontól függetlenül egy akarattal mentek oda a jászolhoz. Reméljük, hogy sikerült felvillantani ezeket a képeket a gyülekezet előtt, és reméljük, hogy mindenki örömére szolgálhatott gyermekeink műsora. Hadd kérjek segítséget presbitereinktől és egy pici ajándékkal örvendeztessük meg a közöttünk szolgálatot tevő gyermekeket. Thank you.
ének, abból egyetlen egy énekünk maradt, a 326. dicséret első és második verszaka. Dicsőség mennyben az Istennek kezdett el. Köszönjük szépen, hogy elkezdtek jönni és megnézték ünnepi műsorunkat. Mindenkinek Istentől megáldott, boldog és békés karácsonyi ünnepeket kívánunk. És ha lehetőségük engedik, tiszteljenek meg bennünket gyülekezeti közösségben, a már felsorolt alkalmakon. Szívesen látjuk Önöket az ünnepben is. Mm-hmm.